Kedves magyar testvéreim! Pál apostol szavával szeretném köszönteni azokat, akik a felebaráti szeretet indulatáról teszed bizonságot most. Hol az Úrnak lelke, ott a szabadság. Felebaráti kiállás ez. Azokért, akik valójában véve sokkal szabadabbak nálunk. Test szerint nem, de lélek szerint mindenképpen. Hiszen vállalták az ellenállást egy olyan hatalommal szemben, mely hatalom a lelkünket lugozza évek, évtizedek óta. Szellemünket abroncsolja le. És természetszerűleg ebből következően testünket is fogjul ejti. Még ugyan nem börtönben, de szinte egész országunkat majd, hogy nem azzá változtatva. Mert akkor, amikor a felebaráti szeretet szolidaritásának kiállását, annak legdemonstratívabb, legegyértelműbb megjelenési formáját betiltják, az új magyar gátát, még a viseletet is, a magyar népi viseletet, az Árpádházi pajzsot, az Árpádházi oroszlán, és nem csak a gáta feliratot, hanem azzal együtt a magyar feliratot is, akkor elmondhatjuk, szemben a fővárosi ítélő tábla ítéletével, annak indoklásával nem egy-két tucat ember volt állítólagosan, fogjul ejtve néhány órára, amikor az új magyar gárda felvonult, az ősoros államalkotó nemzet életérdekei biztosítására, hanem ezrek, tízezrek, százezrek, sőt milliók vannak életvitelszerűen fogjul ejtve az etnikai zárványokban, de ezen túlmenően tulajdonképpen egész társadalmunk túsza a világtörténelemnek és a magyar történelemnek leghitványabb, legaljasabb, legkorruptabb, legszennyesebb, legsenkiházi politikai elitjének. Bűszök szaluló politikai elit ez. Belejéig rohadt. Bűze már nem csak idáig ér el, elé az már a legfelsőbb körökig is, és tulajdonképpen a nemzetközi politikai világban is, majd hogy nem közismert mindez. Legyintenek, ha mi országunk, a harmadik magyar köztársaság vezetőiről van szó, de sajnos legyintenek országunkra is, és népünkre is. Úgy vélik, nincs itt élet akarat. Nincs itt valódi, küzdeni tudás, még vád sem. Pedig tudjuk jól, hogy hál' Istennek van. Hiszen hányan mondták azt, nem érdemes az európai parlamenti választásokon sem részt venni. Hiszen mi köze lehet ennek a magyar nemzeti újjászületésed? Sláv, mennyire volt köze? Éppen a mai demonstráción láthatjuk meg ezt. Hiszen utána fog szólni dr. Morvai Krisztina, európai parlamenti képviselőasszony, aki kiállásával nagyban hozzájárult ahhoz, hogy ne lehessen a politikai foglyok ügyét lesöpörni az asztalról, ne lehessen őket kizárólagosan köztörvényesként bemutatni, ami ugyanakkor nem kell meglepődnünk, mert ez a bolsevik, szionista gyökerű politikai elit rendszerint mindig köztörvényesként mutatta be azokat, a közvélemény előtt, nemzetközi szinten is, akik a mi érdekeinket képviselték. Többen engem is óvaintettek attól, hogy lelki pásztorként kiálljak olyan emberek mellett, akiket erőszakos cselekmények előkészítésével és végrehajtásával vádol a hatalom. Valódi magyar terrorizmusról beszélt a leköszönő, vagy részben már leköszönt,
rendészeti miniszter. Kérem, egy olyan társadalomban, melyet totálisan lefegyvereztek, miféle valódi terrorizmusról lehetne beszélni? Egyről mindenképpen lehet. A lefegyverző terrorizmusáról, az ő terrorizmusokról, arról, ahogyan megpróbálják megfélemlíteni a törvényt tisztelő állampolgárokat. Arról, hogy egy ilyen demonstratív kiállása is békés, törvényt tisztelő emberek úgy jöhetnek el, mintha valami bűncselekmény előkészülete fogadna meg tudatukban, vagy lehet úgy legnagyobb. Ezért is voltam kénytelen akkor, amikor Budaházi Györgyöt egy ízben látogathattam meg az ügyész jóvoltából itt a Váci börtönben. A látogatásról kiadott közleményemben leírni költői kérdésként arra gondoltam, hogy ez lehetővé teszi azt, hogy legközelebb is beengedjenek hozzá, meg a hozzá hasonlókhoz, hát nem tette lehetővé a kérdő formula sem. Miért van az, hogy a bűnszervezeté történő minősítés törvényi előfeltételei hallatán, nevezetesen, hogy legalább három fő tartósan összehangoltan olyan erőszakos cselekmény előkészítését végzi, mely a hatályos törvény szerint minimum 5 év fokkárt vagy börtönbüntetéssel sújtandó, nekem elsőrenden, ha nem is kizárólagosan, a harmadik magyar köztársaság jelenleg regnáló kormánya jut az eszembe. Nyilván gyarló ember vagyok, de nekem rögtön ez ugrik be. Az ügyész közölte, hogy nem volt baráti ez a közlemény. Én most abban nem is szántam barátinak, ettől még lehet közöttünk korrekt az együttműködés. Na ez az, ami megkülönbözteti a pártállamot, a diktatúrát, a jogállamtól. Lehet ideológiai, politikai különbözőség. Sokszor fényényi távolság is lehet. Két ember mentalitása, felfogása, lelki beállítottsága, habitusa között, múltja, jelene, jövőbeli látása között. De az együttműködés, az alapvető emberi normák betartása területén legalább az emberség alapvető megnyilvánulása szerint mindenképpen meg kellene, hogy valósuljon. Miféle lélek lakozik abban az ügyészben, aki hivatali jogkörével, hatalmával túlélve, azt mindenestül negligálva, ami törvény szerint előírt a számára, nem teszi lehetővé, hogy az elítélteket meglátogathassák családtagjai. Ha meglátogathatják több hónap után, akkor kommandósok gyűrűjében tehetik ezt meg. Ez valóban a hivatali jogkörnek az átlépése, minden alapvető jogi norma megsértése.